A mai alkalommal egy nagyon különleges képsorozatot hozott ide a Lenti Művelődési Házba a kiállításra. Mi volt a válogatás szempontja? Ez egy sorozat, úgy neveztem el, hogy a határnál. Arról szól az élet a határnál, ami itt alakult ki, vagyis itt most jelen pillanatban is még az a helyzet. Szóval a tapasztalatom, élményeim, ihleteim a határnál. Ki az a Misi, illetve Piroska? Hát az is a határnál, szóval a Bánfi legendák, vagy a Bánfi történetek, Hadik Mihály és a mennyasszonya Piroska. Erről szól a lendvai legendáról, vagy a lendvai történetről. Valahol ott kezdem a történetet, vagyis a sorozatot 1603-as évben, szóval a ismert csata, ami egy ilyen meghatározó esemény, történelmi esemény volt Lendván, és akkor innen kezdődik egész a nemrégi határbontásig. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a vidék tényleg most már hosszabb ideje együttüktet, és azért köszönet Lentinek, mert Lenti tényleg is nem fölgarolja. A muravidéki, vagy a Szlovéniában élő művészeket, alkotókat. És én gondolom, hogy ez olyan fontos mozzanat ebben a térségben, amit ha nem látna el egy regionális központ, akkor az nagy ürt és nagy hiányosságot jelentene az alkotási kedv, a megnyilvánulás, az érvényesülés szempontjából. Tehát ezért Lentinek ténylegesen hálás köszönet, azért különösképpen, hogy Hermann László, ahogy ugye ma is hallottuk, immár harmadik alkalommal tud itt bemutatkozni, és meggyőződésem, hiszen nem ez az utolsó ciklusa, hogy a következő kiállítás az már csak hetek, hónapok, vagy éppen évek kérdése. Ahogy nézzük ezeket az alkotásokat, az az érzése az embernek, hogy szinte bele tudna lépni, mert ilyen térhatású. Hogyan készül mindez? Én ezt a technikát úgy neveztem el, hogy fúzió. Nem tűzománc, hanem üveg, szemcsékből, üvegporból kiégetett valami képek, vagyis ez a technika. Ennek már elemek van ez a 3D-s, ez a tér hatása. És akkor én még kicsit hozzáadok a rajzzal, és akkor így jön ki ez a 3D-s hatása a képeken. A képeken úgy látszik még mindig nagyon nagy kedvence az absztrakt. Nem úgy jellemezném ezt, hogy absztrakt, inkább szürrealizmus, de vannak ilyen absztrakt beütések is, igen. De általában engem jobban a szürrealizmus fog meg, és ebbe a stílusba, szürrealista stílusba alkotó. De vannak persze absztrakt elemek is bent. Hogyan dolgozik? Elvonul valahova valamilyen emberektől távoli helyre, vagy a természetbe? Hogy történik ez az alkotás folyamat? Nagyon hagyományosan egyszerűen műterembe lépek, és ott alkotom. Semmi olyan mélyebb történetek nincsenek ez mögött. Sima munka, vagyis lehetne azt is mondani, hogy kemény munka. Mi dolgozik most, mi a legfontosabb munkája? Most jelen pillanatban 3 sorozatot futtatok. Az egyik ez a határnál, a másik az sét a Versailles Parkban, amely most jelen pillanatban a Kossuth Galériában van kiállítva Daboson. És van még egy másik sorozatom, ami most fejeződött be nemrégen Lendván, és akkor folytatja Magyarországon, az pedig a Made in China.